Rétvári Bence parlamenti államtitkár, Pócs János országgyűlési képviselő és Farkas Ferenc polgármester fejtette ki álláspontját a kényszerbetelepítés elleni népszavazásról múlt héten Jászapátin. Sajtótájékoztatóra hívták a média képviselőit, majd fórumon tájékoztatták a lakosságot és válaszoltak az elhangzott kérdésekre is. A mi álláspontunk a nem, mi ezt szeretnénk megállítani, mi nemet mondunk Brüsszelnek arra. Rétvári Bence parlamenti államtitkár fejtette ki a kormány álláspontját az október 2-ai kényszerbetelepítés elleni népszavazásról a Pályér Antal művelődési házban. A 21. század első felének legfontosabb összeurópai, így a magyarságot is érintő kérdésének nevezte, ahol a döntés nem 4 évre szól, hanem generációkra határozza meg az ország jövőjét. Ennél tényleg nagyobb hatású kérdésről nem lehet beszélni, hiszen befolyásolja Magyarország és Európa gazdasági viszonyait, szociális viszonyait, társadalmi viszonyait, közbiztonsági helyzetét, terrorfenyegetettségét, kulturális viszonyait és identitását. Jól láthatjuk, hogy milyen sokféle veszély az, ami Európára leselkedhet akkor, hogyha nem állítja meg a folyamatos, illegális, tömeges, kontrollálatlan bevándorlást. Hozzátette, már fenyegető közelségben van a kényszerbetelepítések időpontja. Alig 70 nap és mind a 3200 magyar településen megjelenhetnek a bevándorlók. Hiszen december 1-től automatizálná az Európai Unió a betelepítéseket, karácsonyra már Magyarország városait is, akár Jászapátit is elérhetné ez a hullám. Felhívta a figyelmet, hogy aki ez ellen tenni akar, menjen el és szavazzon nemmel, mert az otthonmaradás az igenek malmára hajtja a vizet, a nemek súlyát csökkenti, és csak a népszavazással állíthatjuk meg Brüsszelt. Pócs János országgyűlési képviselő is elmondta, be kell látnunk történelmi jelentőségét. Azt szeretném kérni a lakosságtól, a sajtótájékoztatón keresztül, hogy érezzük annak a súlyát, hogy igenis október 2-ának történelmi jelentősége van. Ezt nem lehet visszacsinálni. Nem olyan, mint valóban egy pártpolitikai esemény az országgyűlési választás és az önkormányzati választás. Mert ha ott az emberek 4 év múlva úgy érzik, hogy rosszul döntöttek, akkor majd revidálják az álláspontjukat, hoznak egy más döntést. A vasárnap hozott döntésünket azonban nem lehet megváltoztatni. A Jászság országgyűlési képviselője az este folyamán többször hangsúlyozta, hogy ez most nemzeti ügy, nem a pártokról szól, nem pártpolitika, felül kell ezen emelkednünk, ezért nem tartja helyén valónak a volt jászapáti baloldali polgármester néhány nappal ezelőtti képviselőtestületi ülésről való kivonulását sem, ahol arról döntöttek, hogy felhívják jászapáti lakosságának figyelmét a felelős döntésre, és a részvételre buzdítanak mindenkit. Ő azzal a hangzatos mondattal vonult ki az testületi ülésről, hogy pártpolitikai rendezvényen nem vesz részt. Azért is tartja fontosnak és érdekesnek ezt a mondatot, mert ezek a politikusok 2004. december 5-én arra buzdították a magyarokat, hogy a magyarok ellen szavazzanak. Ma pedig ezt csak pártpolitikai eseménynek tekintik. Véleménye szerint a választóknak tulajdonképpen abban kell dönteniük vasárnap, hogy a különböző vélemények igen, nem vagy az otthonmaradás támogatói mögött mekkora hitelesség van. Farkas Ferenc polgármester is felelős döntésre hívja fel a figyelmet, hiszen a kényszerbetelepítés minden magyarországi várost érintene, így Jászapátit is. Magyarország is, ugye közöttük Jászapát is felelősen gondolkodik, és mi is úgy gondoljuk, hogy igaz, hogy nem éreztük testközelből a migráns áradatot, azonban személyesen is beszéltem makói, röszkei és ásotthalmi polgármesterekkel, akik elmesélték, hogy napokig, sőt hetekig nem jutottak ki jutottak el gyermekeik az iskolába, nem juthattak el munkahelyükre, hiszen az embercsempészek áradata oly félelmet keltett, hogy emiatt nem merték a gyerekeiket az utcára engedni. Mi nem ezt szeretnénk. Mi mosolyogva szeretnénk élni, az országban is, Jászapátin is. Rétvári Bence a fórumon azt is kifejtette, természetesen fontosnak tartják, hogy ezeknek a szerencsétlenül járt embereknek humanitáriánus segítséget nyújtsunk. Magyarország ösztöndíjat ajánl szíriai keresztény fiataloknak, amivel itt tanulhatnak és utána hazatérve részt vehetnek országuk újjáépítésében. Illetve 120 millió forinttal támogatta a kormány egy észak-iraki oktatási intézmény felépítését. Vagyis a kormány álláspontja az, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a bajt idehozni.
Több kérdés is elhangzott a fórum végén, például az is, milyen hatása lenne a cigányságra a betelepítésnek. Nem cigányságra értelmezném a kérdést, hanem hátrányos helyzetű emberek, hiszen a cigányok között is vannak szegényebbek, vannak tehetősebbek, magyarok között is vannak szegényebbek, vannak tehetősebbek. De hogy a nehezebb sorsú cigányokra és a nehezebb sorsú magyarokra egyaránt káros hatással lenne, az egyértelmű, hiszen azok a felzárkózási források, azok a felzárkózási erőforrások itt Európában, figyelemben, pénzben, kapacitásban egyaránt, amelyet most akár cigány, akár nem cigány, szegény sorban élő emberekre tudunk fordítani, az Unió folyamatosan elvárja tőlünk azt, hogy ezt fordítsuk át, és migrációs célra fordítsuk. Vagyis egyértelműen hátrányosan érinteni a magyarországi nehezebb sorsú embereket, családokat. Ezért nem szabad kockáztatnunk, ezért kell október 2-án nemmel szavaznunk. Csak így védhetjük meg az országot. A választópolgárok október 2-án országos népszavazáson dönthetnek a következő kérdésről. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Szavazni reggel 6 és este 7 óra között lehet. Aki a bejelentett lakóhelyétől eltérő helyen, de Magyarországon szeretne szavazni, ezt a lakóhelye szerinti jegyzőnél kérheti szeptember 30-án 16 óráig. Aki külképviseleten szeretne szavazni, kérelmét szeptember 24-én 16 óráig kell benyújtania a lakóhelye szerinti jegyzőhöz. A mozgásukban korlátozottak a mozgóurnát a lakóhelyük szerinti jegyzőnél szeptember 30-án 16 óráig, a szavazatszámláló bizottságnál pedig a szavazás napján 15 óráig kérhetik. A szavazástan ne felejtse el magával vinni fényképes igazolványát és lakcímkártyáját. Éljen szavazati jogával! Készült a Nemzeti Választási Iroda megbízásából. www.választás.hu